Éles Bulcsú grafikus művész munkája a Gál Imre Galéria emeleti kiállítóterében sorakoznak, ahol a kiállítás anyagán keresztül megtudhatjuk, hogy Bulcsú számára mi a hodály, a cirkusz vagy egy rozzant kerítés. A Látott és Elképzelt című kiállítást Gici György festőművész a galéria kertjében és nyugalmában nyitotta meg. A művek hatnak ránk, elvarázsolnak bennünket, belénk ivódnak, és ez a hatás végigvisz minket a kiállításon. Bulcsú megosztja velünk a kiigazodás lehetőségét a képein keresztül. Éles Bulcsú grafikus festőművész alkotásai kerülhetnek boncolgatás alá, amire engem kért meg a művész. Örömmel vállaltam, hogy mondok egy bevezetőt a kiállítása elé. Örömmel, mert kifejezetten jól esett a felkérés, hiszen nagyon jó kapcsolatban vagyunk a művésszel a Lácacsékei művésztelep okán, és azokból, hogy nagyon kedvelem a munkáit. A szerkesztéseinek következetessége és néhány régebbi lírai munkája, például a növény abstrakciói múltbéli kiállításain lenyűgöztek. Látott és elképzelt a címe ennek a kiállításnak. Az épített környezet, a természet, az utcaképek, a látott világunk párhuzamba állítása a tiszta abstrakcióval és az expresszivitással. A valós világot analizáló gondolkodás feltétlen alapot ad arra, hogy az így megélt konstruáltságot újjáépítse, szintetizálja egy elvont absztrakt világgá, ami erős, expresszív hatással van látásunkra. Ez a világ pont azért, mert egy nagyon konkrét látványból épül fel, nem elképzelt, hanem nagyon is valóságszerű, teli a realitás vonalaival. Úgy gondolom, ez a valóságlátás és természetlátás megszünteti a bezártságot, hozzájuttat minket az igazság élményéhez, és nem azt érezzük, hogy a bezárt szobában ülünk, hanem a világot, a valóságot, a környezetünket érzékeljük, tapintjuk, látjuk. A költőkkel szemben a festő a képeivel fejezi ki érzéseit, érzelmeit, indulatát. A költészet szenvedélyessége a festészetben az ecsetvonások dinamikájában, a színek erejében csúcsosodik ki. Ezt műveli az expresszionista festő. Összevisszaság helyett az ábrázolt tárgyak vagy figurák vonalai beszélnek az indulatokról, az érzelmekről. A színek és kontrasztok energiáit kihasználva mutatja meg az érzelmeit, gondolatait. Azt érezhetjük, hogy a világ világos, az élet egyértelmű, az idő megáll és a térrel egyé válik. Az elképzelt látott, a látott pedig elképzelt lesz. Bulcsú Debrecenben, a képei és a kérdéseim Pesten. Ezért online ablakot nyitottunk, hogy megtudjam, ő hogyan készült kívülbelül a kiállítására. Egy kiállításra készülésnél mindig két csapás irány van, két fő problémakör. Egyik a gyakorlati része, hogyan vigyem oda a képeket, mikor legyen a megnyitó, ki rendezze fel a kiállítást, és ezek a kérdések. A másik pedig az, hogy mit is állítsak ki, milyen képanyagot. Na most, itt a Gál Imre galériájában nagyon együttműködőek voltak a vendéglátók, tehát mindent gondot levettek a vállamról, nekem csak ide kellett hozni a képeket, és haza kell majd vinni. Ez nagyon kényelmes, egyrészt, és nagyon jó leső az emberi háttér, amit emögött érznek. A másik, hogy mit állítsak ki, az nehezebb. Az első se könnyű, de azért kocsi, meg csomagolóanyag csak akad. Szóval az ember mit állítson ki, sokkal nehezebb kérdés. Szélesebb válogatást mutasson be, időben mélyebb benyúljon vissza, vagy a friss munkáját állítsa ki. Ezt a képzőművésznek vagy magának kell eldöntenie, vagy pedig ugye egy kurátort kell együtt dolgoznia. Ez a két lehetőség van nagyjából. A Gál Imre galériában úgymond kimondott kurátor nem volt, de Gici György festőművész volt az, aki kiválogatta olyan 50-60 képből a falakra kerülő 20 munkát. Ő nyitotta meg a kiállítást.
És még sokszor nehéz téma a képek elrendezése a kiállításon. Ebben az esetben is könnyű dolgom volt, mert Diódvari Ildikó kiváló művészet történészként nagy gyakorlattal bír, és ő rendezte a kiállítást. Úgy érzem, hogy remek módon megoldotta a képek elrendezésének a kérdését, és nagyon jól éreztem magam, amikor beléptem a kiállító helybe. Megnyílik a kiállítás, és bemennek a látogatók. Ők a te munkádat, a te képeidet nézik azzal, amivel te időt töltöttél, beletetted magad, stb. Azért ilyenkor figyeled a reakciókat, az arcukat, az, hogy mi jön le. Ilyenkor egy kicsit nem sandítasz mindig oda? Először mindig azt nézem meg, hogy ki jön el a kiállítás menyitóra a szakmából, esetleg művészettörténészek, kollégák közül ki van, ki jelenik meg. És utána persze nézem az embereket, de nekem nagyon fontos, hogy szakma visszajelzése, a kritikusok véleménye, már hogyha van ilyen. Egyébként nem akarom, hogy ilyen büszkelkedésnek tűnjön, de ez nem tudom, nem is számolom már annyira, hogy kiállításom, az lehet nagyképpen hangzik, ne tűnjön annak. Most már nem annyira nézem a közönség arcát, mint az első 5-6-10 esetében. Természetesen jól esik, ha odajönnek beszélgetni, véleményt formálnak a képekről, elmondják, hogy hogy látják, de egyre inkább a szakma, a kollégák és a barátok érdekelnek, hogy ők hogy látják. Meg hogy milyen hangulata van, hogy mennyitónak, utána beszélgetések hogy alakulnak, ez most már jobban érdekel. Bulcsú a látott és elképzelt címmel ruházta fel a kiállítást, melynek alapgondolatáról is beszélgettünk. Igazából 2014-hez kellene visszanyúlni, amikor elkezdtem egy akkor új témát feldolgozni, az összedőlt kerítések, romos ablakokból indultam ki. Ugye először azt rajzoltam, amit láttam. Tehát láttam, lerajzoltam. Majd egyre inkább elszakadtam a látványtól, kezdtem felépíteni önálló képeket, amelyeket már elképzeltem, ugye látott és elképzelt, itt ez a kettősség, és nagyon fontos, hogy nem egy kép valamilyen gondolatot közvetít, valamire felhívja a figyelmet, állásfoglal bizonyos kérdésekbe. Tehát csak egy példát mondok a régi szentmiség emlékére cím, ezt mindenkinek magára bízom, hogy ez a gondolatkör mit jelent számára, de nem véletlen ez a cím, most ez jutott eszembe például. De vannak általánosabb képcímek, a társadalom, például azon is el lehet gondolkodni, ha nézi az ember, eltűnő óváros, építkezés, itt nem véletlenek a címek, de ezek ugye már elképzelt képek, tehát nem a látvány után készültek, azonban a témák, amiket feldolgoznak, nagyon is valóságosak, nagyon is velünk élő, kvázi kortárs kérdések, problémák, amikre én választanak a képeimmel. És a képeidről, amelyek neked válaszok, illetve a te válaszaid, mennyire szeretsz ezekről így beszélni, hogyha megkérdezik, hogy mondjuk itt van a cirkusz 1-2, és hogy akkor most arról mondd el, hogy akkor ez mi elemez nekünk egy kicsit, akkor te ennek mennyire vagy a híve, mert ugye valaki alkotóként teljesen elzárkózik, hogy a kép az magáért beszél, valaki pedig nagyon szívesen szereti ezt boncolgatni. A kép magáért beszél természetesen, de nem mindenki érti ezt a nyelvet, és ilyenkor tolmácsolni kell. Nagyon jó példát hoztál fel a cirkusz 1-2-vel, mert szívesen el is mondom a kép születését. Nem is tagadom, hogy egy pályázatra készült, a MANG írta ki, a pályázat témája a cirkusz volt. Nagyon jók ezek a tematikus pályázatok, mert nem hagyják az embert sem ellustulni, sem a megszokott dolgaiba beleveszni, hanem gondolkodásra ösztönzi a képzőművészt, új képek létrehozására sarkalja a szakmát. Talán gyerekként voltam, vagy 3-4 alkalommal, meg tévében láttam 2-3 cirkuszi előadást, de azért van a cirkuszról egy fogalma, meg gondolatiságom, ugye ez a szemfényvesztés,
az állarcok, az áll, a műdolgok, a közönség felé egyfajta villantás, tényleg egy ilyen kápráztatás, egyfelől, másfelől elismerem és nagyra értékelem a színház művészek munkáját, a cirkusz művészek munkáját. Ezt a szemfényvesztést, ezt a ragyogást kívántam volna színekkel, színkontrasztokkal létrehozni, megjeleníteni, és úgy érzem, sikerült. Tehát ezért ilyenek a színeinek, a két képnek. Szeretsz címet adni? Hogy van, hogy egy cím születik meg előbb, és ahhoz festesz? Vagy ez hogyan szokott? Szeretnék címet adni, mert bár vannak kollégák, akik eljátszak a cím nélkül, meg a kompozíció, meg egyéb ilyen szinte csak ilyen sorszámokat adnak a képeknek, lehetály számokat adnak a képeknek. Alapvetően a munka közben születik meg a cím, de van olyan, hogy egy témát akarok feldolgozni, más cirkuszpályázat, akkor már hamarabb megvan a cím. Van, amikor közben születik meg, van, amikor pedig a legvégén. Van, amikor a legvégén se. És akkor nekem is jön egy ilyen azonosító jellegű cím, de a döntő többségben a címnek szerepe van a kép kapcsán. A színek üzennek és rengeteg összetevőt hordoznak. Egy pillantás elég, és a képek hangulata és érzésvilága a látogatókban is megjelenik. Szoktam mondani, hogy a magyar emberként kedvenc színem a piros-fehér zöld, debrecenéként kedvencem a piros-fehér, de és ha szobát festek, akkor nagyon szeretem a királykék, Ultramarinkéket például, de ha képről van szó, akkor egyet képet igyekszem megoldani, úgymond 4-5 tubussal. Úgy értem, hogy egy adott képtél nem kell 500 színt fölnyomni a vászonra, elég 2-3 egymással harmonizáló szín, mellé beilleszteni egy-két kontrasztot, így össze is jön az 5, és ez azért képenként más és más. Persze szeretem ugye a földszíneket, okkerek, vörösek, barnák, abban nem teszek bele például kéket, mert az egy erős kontraszt. Vagy ha úgy van, akkor kék, vörös, zöld, szürkék, az megint egy más színharmónia. Szeretem ugye törni a színeket, deríteni, megint egy izgalmas játék, a szürkékkel játszani, színes szürkék, de ez képenként más és más. Nem szeretném az összes tubust feltenni egy vászonra. Gondolom, hogy gyerekként megvolt a művészi hajlam. De hogy ez hogyan válik valaki valamilyen alkotóvá? Neked ez hogyan volt ez az út, hogy pont ez lesz az irányod? Igen, minden gyerek szeret rajzolni. Utána aztán a többség az más elfoglaltság után néz, kijölik belőle, vagy már nem érdekli úgy, nem mozgatja úgy. Gimnáziumban még úgy nyomokban jelen van ez a gyermeki öröm, nyomokban, gimnáziumban tanítok, azért tudom, hogy ennyien jól. Utána felnőtteknél bár teljesen elvész, legfeljebb megmarad ez a jegyzettöm szélén firkálás, ugye utolsó nyoma a rajzolás vágynak. Na de a kérdésemre válaszolva, jól is tanultam, már általános iskolában volt egy remek rajztanárom, Rácz Imre festőművész, aki most egyébként a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep vezetője, és később jó barátságba kerültünk a tanárdiák kapcsolatot, egy barátság váltotta fel. Ő volt az első, aki már általános iskolában rajzakörön, később a rajztanárként adagolta nekem a szakmát, a tudnivalókat. Utána a Debrecenben a Medvési Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola volt, ahová jártam, ott már eldőlt minden számomra. Majdnem mindjárt mondok még valamit. Utána jött a Nyíltházi Főiskola, rajzszak, majd a Képzőművészeti Egyetem Budapesten vizuális nevelőtanár, ott diplomáztam másodjára. Azért mondtam, hogy csak számomra dőlt el, mert rengetegen elvégzik a művészeti egyetemeket úgy, hogy később az élet más területén fognak eljeszkedni, nem lesznek kvázi képzőművészek. És ez nem gond, ez így van, így helyes, mert akik elvégzik ezt a képzőművészetet,
vagy az iparművészetet, és utána lesznek akár újságírók, tévés munkatársak, akkor lesz számukra egy többlet az indulásnál a kollégákhoz képest, egy más látásmóddal fognak a szakmába elhelyezkedni. Tehát nem köteles mindenki képzőművésznek állni művészeti végzettséggel. Művészetben nagyon kell hinni, hogy az ember így teljesen erre tudja adni a fejét, mert ugye ez egy eléggé, amikor az ember elindul benne, akkor eléggé bizonytalan, mert ugye mit szoktak mondani, hogy akkor ebből meg tudsz élni, nem tudsz megélni, az egész egy ilyen, tényleg ezt kapja az ember a külvilágtól, akármennyire is van hozzá érzéke, hogy itt azért az ember, hogyha tényleg ezen szeretné végigvinni magát, nagyon kell hinni a művészetben, a művészet létjogosultságában, abban, hogy az, amit alkotok, az érdemleges, az jó. Nem feltétlenül azért festek és rajzolok, mert hiszek magamban, hanem azért dolgozom, azért készítem ezeket a képeket, mert nem tudnám nem ezt csinálni. Nem tudnék nem festeni, nem rajzolni. Nem feltétlenül hiszek magamban egyébként, és nem mindig hiszek magamban. Sokszor újra és újra átgondolom, átértékelem a munkákat, rengeteget selejtezek, megsemmisítek. Hinni egyébként meg elsősorban ugye Istenbe hiszek, és az a hit az nekem az a keresztény hit. Magamban hinni, magamban bízni, nem tudom. Talán reménykedek benne, hogy van értelme annak, amit csinálok, de még egyszer mondom, hogy nem tudnám nem ezt csinálni. Ez tartja az embert a pályán, mert ugye, hogyha elhiszi, akkor már nem csinál még egyet, vagy még egyet. Az, hogy azért ez elgondolkoztatja őt, és újra motiválja, az kell. Nem gondolom jól? De, meg tényleg van olyan, amikor egyrészt vannak a külső elismerések, ugye kiállítások, díjak, emberbe válogatják ide-oda, egyik másik szakmai szervezet azt mondja, hogy beveszi a tagjai köré. De az is egy elismerés, egy belső elismerés, mikor van egy régi kép, mondjuk 6 éve festettem, vagy 7 éve, és azt mondom, hogy na, ezt még mindig fel tudom vállalni. Mert igen, ez 7 év után is azt mondom, hogy ez nem lett rossz. Sok más kortársával ellentétben mutatom el, eltüzeltem, elégettem, vagy kidobtam. Ez is egyfajta elismerés persze, amikor végre magamat elismerem, mert magammal szemben vagyok igazából a legkritikusabb. És tényleg ilyen sokszor újra gondolom, hogy van-e értelme nekem festeni, rajzolni, és van ezeknek a képeknek értelme, ami akár a Gáli művében van kiállítva, akár a Magyar Művében, Galériában volt látható. Bulcsútól megtudtam, hogy ez a kiállítás nem csak egy kiállítás volt számára. Ezt a kiállítást nem tudom különválasztani a másiktól, akárszó utcába, volt kiállítástól, és a katalógustól sem most dolgozom, mert nagyjából a három dolog egymást kiegészíti, a három képanyagban erős átfedések vannak. Mindenképpen jóleső volt mindenki kiállítás, ahogy lezajlott, ez ugye még tart augusztus elejéig. A katalógus kapcsán azon vagyok, hogy sikerüljön, és szintén jóleső érzésen töltsen el, mikor majd a kezembe tudom fogni, és elajándékozni kollégáknak, barátoknak. De egybeesik egy olyan helyzettel, hogy lassan, amit eddig csináltam, azt már, ha nem is végigvittnek, de részemről kimeretetnek érzem, és most másfelé kell majd pultolóznom, nem lesz gyökeresen más váltás természetesen, de vannak ötleteim, vannak irányok, amelyek felé próbálkozom. Mindenképpen tovább kell lépnem, mert ezt már nem hogy üresnek érzem, hanem már én is unom sokszor, és az már régen rossz, már én is unom a képeket. Tehát ez a kényszerpálya, mint tovább kell időnként lendülni valamilyen irányba. Valamit meglátni és valamit elképzelni. Ennek a folyamatnak a gondolatmenetét, mely a kiállítást is iklette, úgy gondolom, hogy érdemes magunkkal vinni.